Ebben a videóban a rövidszőrű kutyák ápolásáról szeretnék pár szót mondani. Ami nagyon fontos tudni, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a rövidszőrű kutyának nincs szüksége ápolásra, ezt szeretném megcáfolni. Főleg vedlési időszakban nekik is heti minimum egyszer érdemes a szőrüket jó alaposan átkefélni, ezzel jelentősen megkönnyítetitek a saját életeteket is otthon, nem kell a porcitákat és a szőrcitákat kerülgetni. Ami nagyon-nagyon fontos, általában két eszköz szokott beválni a rövidszőrű kutyáknál. A teljesség igénye nélkül egyébként szeretném felsorolni, hogy milyen kutyákról van szó. Például a francia bulldogok, mopszok, vizslák és a hasonló típusú kutyák. Általában ez a két eszköz, ami tökéletes az ő szőrüknek az eltávolítására. Az egyik a furminátor, valószínűleg sokatok ismeri már, a másik pedig az orró. Mind a kettő rövidszűrű kutyákra lehet kitalálva, de nagyon érdekes, mert nagyon sokszor van, hogy ami az egyik kutyára jó, a másik kutyára nem, tehát nem olyan hatékony. Érdemes lehet előtte kipróbálni, mielőtt megveszitek bármelyik eszközt, hogyha esetleg otthon nincsen. Egyébként az orró egy magyar találmány is, és nagyon-nagyon hatékonyan tud működni. Nagyon fontos, hogy egyik eszközsel nyomjátok rá erőből a kutyátoknak a bőrére, mivel hogyha sokszor mentek egy helyen át, és erősebben nyomjátok, akkor a kutyátok bőre kipirosodhat. Mindig ellenőrizzétek, így húzzátok föl a szőrszálakat, és nézzétek meg a bőrnek az állapotát, hogy nem-e pirosodott ki. Én általában, hogyha ide érkezik egy rövidszőrű kutya, minimum fél órát szoktam fésülni, mielőtt megfürdetem. Szóval, amikor már úgy veszitek észre, hogy egy kicsit kevesebb szőr jön ki a fésülés hatására, utána mehettek fürdeni. Csináltam egy videót külön a fürdetésről, ez a rövidszőrű kutyák esetében is megállja a helyét, illetve azt szerint meg tudjátok fürdetni. Miután megfürdettétek, érdemes lehet megszárítani, mert a szárítás közben még nagyon sok szőr kijöhet a kutyátoknak a szőréből. Ha kész van a szárítás, én utána még szoktam egy ilyen 10-20 perces fésülést folytatni, mert a fürdetés során fölvezolnak a szőrszálak, és még hatékonyabban tudjátok eltávolítani őket. Nagyjából ennyi, ami fontos lenne a rövidszőrű kutyáknak az ápolásában, illetve ami még nagyon fontos, de a fürdetős videóban is benne van, hogy a sampont mindig nagyon alaposan mossátok ki. A furminátort és az orrót is úgy tudjátok használni, hogy a szőr növekedésével megegyező irányba, igen, Pani nem rövidszőrű, hanem hosszabb, de be tudom rajta mutatni, hogy hogyan alkalmaznátok. Az orró esetében az orró felirat legyen felül, és szép simító mozdulatokkal kezdjétek el húzogatni a szőrt, amit látjátok, Pani szőréből is tett ki egy minimálisat, de neki nem ez a leghatékonyabb eszköz. Ne nyomjátok rá jó erősen, csak szépen lazán. A furminátor esetében is ugyanígy járjatok el. Föntről kezditek, szépen lazán ráteszitek a kutya szőrének a felületére, és lazán mozdulatokkal húzogatjátok lefelé. Ami még segíthet egyébként a rövidszőrű kutyáknál, hogy ilyen laza visszafelé simító mozdulatokkal kirázzátok a kezetekkel a maradék szőrt belőle. Ezt beiktathatjátok szünetekbe is, és ezáltal addig is pihen a bőr, és nem sértitek föl. Ez is nagyon hasznos lehet. Amennyiben félhosszú, hosszú szőrű, nagyobb testű kutyád van, úgy általában azt tudom mondani, hogy kétféle eszköz szokott nagyon hatékony lenni a szőr eltávolítására. Általában minden fajtának jó szokott lenni ez a kefe. Igazából a márka nem lényeg, a legfontosabb az, hogy egy keményebb tükkel ellátott kefe legyen. Nagyon praktikus lehet a kialakítás, amiben ilyen hajlított és szép simító mozdulatokkal hatékonyan tudod fésülni a kutyusod szőrét. A Pani bár kisebb testű, de ő is egy ilyen félhosszú, hosszabb szőrzettel rendelkezik, illetve nagyon sok hajszőre van, úgyhogy neki is ez nagyon hatékony szokott lenni.
Vedési időszakban heti minimum egyszer érdemes az őszőrüket is átfésülni alaposan. A másik eszköz, amit szoktam javasolni, agyszörkiszedőnek hívják, vagy angolul cold king, ez többféle fogazattal tud rendelkezni. Van, ami ritkább fogazatú, és van, ami sűrűbb fogazatú. Ez sajnos csak akkor szoktuk tudni megmondani, hogy melyik ajánlottak a húsodnak, hogyha látjuk és ki tudjuk rajta próbálni. Úgyhogy erre is azt tudom javasolni, hogyha esetleg szeretnétek ilyet beszerezni, akkor mindenképpen előtte próbáljátok ki a húsotok szűrni, hogy melyik hatékonyabb. Általában érdemes egy fürdés előtt, hogyha egy teljes kozmetikát szeretnétek otthon csinálni, fürdés előtt egy minimum fél órát kefelni a szőrét, egészen addig, amíg azt nem látod, hogy egy kicsit kevesebb szőr jön ki belőle. Hogyha beteszed a kárba fürdetni, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon alaposan most, illetve nagyon alaposan most ki a sampont a szőréből. Egy kicsit nehezebb esetetek van, hiszen nagyobb a felület és sokkal sűrűbb a bunda, úgyhogy nehezebben is jön ki belőle a sampon. Viszont fürdetés közben is, hogyha esetleg a kéz melegén egy kicsit melegebb vizet használtok, mint nagyon sokszor el tudtok távolítani. Miután kiszedtétek a kárból vagy az zuhanyzóból a kutyusotokat, érdemes megszárítani. Minél nagyobb a kutyának a szőre, annál lassabban szárad ki, és nagyon-nagyon könnyen megfázhat, illetve mivel nagyon tömött a bundája, nem tud rendesen kiszáradni a szőr alatt a bőr, és a kárbe is gombásodhat. Milyen kutyákat értek ez alatt, hogy nagyobb testű, félhosszú, hosszabb szőr? Ilyenek például a juhász kutyák, a Bernie Pastor, Újfollandi, Golden Retriever, Setterek, Spánielek. Nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy őket is ápoljuk. Szőrük nagyon csomósodásra hajlamos tud lenni, hogyha nincsen kiszedve az elhalt szőrszál. Úgyhogy az ő ápolásuk is nagyon fontos, főleg most, hogy vedési időszak is következik. Ezt a műveletet egyébként szerintem havonta érdemes lehet megcsinálni. Vedési időszakban érdemes lehet gyakrabban is elővenni a kefét. Mit jelent ez a gyakoriság? Én azt gondolom, hogy heti egyszer, hogyha egy órát felszálltok, hogy alaposan átfésüljétek, azzal tökéletesen megvagytok és bőven elég lehet. A legnehezebb dolgok azoknak a gazdáknak van most ebben az időszakban, amíg nem jutnak el kutya kozmetikushoz, akik kisebb testű, hosszabb szőrű kutyákkal rendelkeznek. Ilyen például a bolognéz, a havanéz, a yorkie, a shih tzu, tibeti terrier, illetve például a máltai selyem szőrű kutya. A legtöbb vendégünk egyébként ezekből a fajtákból tevődik össze, hiszen az ő szőrük rendszeres ápolást igényel. Sajnos van egy rossz hírem, a ti kutyátoknak a szőre igényli a legtöbb ápolást. Én azt javaslom nektek, hogy minden nap fésüljétek át a kutyátoknak a szőrét. Mi az, amire szükségetek van? Elsősorban, és általában minden kutyafajtának, akiket az előbb felsoroltam, jól jön egy bontókefe. Én ezt nagyon-nagyon szerettem, ez egy ilyen rugalmas fejű, kétoldalú kefe, nagyon szépen lehet bontani bele, és nem sérti a kutyának a bőrét a bontás során. A makacsabb csomók eltávolítására érdemes lehet beszerezni egy ilyen csomóvágó eszközt. Ezt csak is nagy körültekintéssel használjátok, hiszen ez egy kicsit hegyesebb. Ezt úgy tudjátok használni, hogy a csomó fölé helyezitek, majd megmutatom egyébként pannin, és úgy, hogy a bőrt lefogjátok, hogy oda ne érjen, a szőrbe beleakasztjátok, és szép kanalazó mozdulatokkal megpróbáljátok eltávolítani a csomót. Én azt javaslom, hogy oldóval semmilyen esetben ne nyúljatok a kutyátokhoz, kivételez alól a tappanyszőr, illetve a szemkörnyék körüli szőr eltávolítása, és azt is csak nem csevégű oldóval. Nagyon-nagyon könnyen meg tudjátok sérteni. Abban az esetben, hogyha nem tudjátok rendben tartani a kutyátoknak a szőrét, és tele van csomóval, semmiképp sem ajánlom a megfürdetést, hiszen ha a csomókról elfürdettek, csak még jobban elbúrjázik a dolog, és nem fog tudni a kutyátoknak a bőre kiszáradni a csomók alatt, begombásodhat, és az egész kutya szőre összeáll egy nagy rasztává. Minden ilyen fajta kutyának én szoktam javasolni a samponos fürdetés után a balzsamozást.
Nagyon sok jó barzsam van a piacon, webshopokból, illetve ilyen felszerelésboltokból be tudjátok ezeket szerezni. Általában érdemes rajta hagyni a barzsamokat a kutya szőrén 3-4-5 percig, miután alaposan átdörzsöltétek vele a szőrt, és így tudja kifejteni a hatékonyságát. Nagyon nagy könnyebbséget okoz, hogyha esetleg van segítségetek otthon, és tudjátok úgy szárítani a kutyusotokat, mivel a hosszabb szőrű kutyákat minden esetben javaslom, hogy megszárítsátok a csomók kibontása végett is. Hogyha van segítségetek, akkor egyszerre tudjátok mind a két kezeteket használni, és így nagyon szépen a szárítóval egy helyre tudtok irányítani, és közben a kefével simítani a szőrt. Figyeljetek arra, hogy a csomókat, illetve a szőrfésülését mindig a szőrnövekedésével megegyező irányba csináljátok, így kevésbé húzzátok a kutyátoknak a bőrét, és nem okoztok nekik akkora fájdalmat. Abban az esetben, hogyha végeztél a fürdetéssel és a szárítással, érdemes ellenőrizni a csomók jelenlétét, illetve hogy jó munkát végeztél el. Nagyon sok háztartásban van hasonló emberi használatra kialakított fésű, ilyen sűrű fogazatú, van egy ilyen sűrű rész, illetve egy kicsit nagyobb hézagokkal rendelkező része. Ezzel nagyon jól tudjátok ellenőrizni, ha beleteszitek a kutyátoknak a bőrébe, és szépen elkezditek húzogatni, hogy van-e benne valahol csomó. Abban az esetben, hogyha valahol elakadt, akkor ott konkrétan tudjátok azt a helyet, és vagy ezzel a csomóvágóval, vagy a kefével tudtok rajta tovább dolgozni és eltüntetni a csomót. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy hátulról kezdjétek el a bontást, mielőtt elkezditek fürdetni. Így szépen van ideje a kutyátoknak hozzászokni az egész eljáráshoz és művelethez, illetve itt hátul és a gerinc vonalon még nem olyan érzékeny a bőre. Hogyan tudjátok hatékonyan csinálni, ezt megmutatom nektek a bontókertében, mert Pani szőre szépen rendben van tartva, és ő annyira csomósodásra nem hajlamos, de maga a technika az nagyon jól mutatja, hogy mit tudtok csinálni. Én mindig azt javaslom, hogy fölfelé fésüljétek, illetve fogjátok meg egy kicsit a szőrt, bocsánat, ő éppen helyezkedik, tehát akkor kezdjük újra. Így hajtsátok föl, és tincsenként kezdjétek el átfésülni. Akár használhatok egyébként erre is fésült, de nagyon szépen tudtok vele dolgozni. Így. Szuper jó. És így tincsenként haladva. Kicsit lefésülöd. Átfésülöd. Ahol makacsak csomók vannak, oda érdemes lehet fújni bontós spréket, ezeket is be tudtok szerezni internetről. Száraz szőrről is lehet őket használni, és nagyon-nagyon hatékonyak, és nagyon könnyen bonthatóvá teszik a kutyáknak a szőrét. Amennyiben szeretnétek meghagyni hosszú szőrben a kutyusotokat, arra az esetre is, hogyha már újra eljött a kutyakozmetikushoz, akkor érdemes ezeket az eszközöket beszerezni és alkalmazni otthon. Különben sajnos az a rossz hírem van, hogy a kutyakozmetikusotok sem fogja tudni megmenteni a kutyátoknak a szőrét a kopasztástól. Tehát érdemes lehet ezt komolyan venni, és ez egy tök jó időtöltés is lehet számotokra, hogyha jó élménynek tudod ezt a kutyának biztosítani. Pannival köszönjük szépen, hogy megnéztétek a videókat, reméljük, hogy tudtunk segíteni. Amennyiben bármi kérdésetek van, keressetek minket bizalommal, akár telefonon, akár Facebookon vagy Instagramon is tudtok nekünk üzenetet küldeni. Nagyon-nagyon bízunk abban, hogy hamarosan minden helyre áll és újra találkozhatunk veletek. Addig is hajrá, ápoljátok otthon nagy kitartással a kutyuskáitokat, így el meg fogják hálálni nektek. Köszönöm, sziasztok!